A pirosi kocsonyát lassan már másfél évtizede készítik hagyományosan erre a rendezvényre. Nagy mennyiségben, majdnem tíz óra hosszat főzik gyenge lángon, a csontos, porcos részeiből különböző zöldségekkel, fűszerekkel ízesítve. Jó húsból való kocsonya, tehát disznó nyelv, disznó farok, disznó köröm, disznó fej, meg ilyen húsból. 1600 liter egy főzésbe, tehát két főzés volt, tehát 3000 Hát el is fő ottan elég sok, úgyhogy körülbelül a 3000 liter volt kiöntve. A kocsonyát leginkább az idősebbek fogyasztják, akik téli időben otthon maguk is nagy örömmel készítik. Szeretem a kocsonyát, ami régi, hagyományos ételünk. Jól esik a téli időszakban, visszaemlékeztet a régi szép időkre. Ha van kocsonya, más étel nekünk nem is kell. Emlékszem, hogy gyermekkoromban is főztünk otthon kocsonyát, így van ez ma is. A kocsonya régi hagyományos étel nálunk Vajdaságban. Minden évben készítünk otthon is. Nagyon szeretem. Az ízes kocsonya különlegességek vajdaság különböző részeiről, valamint Magyarországról, Horvátországból és Macedóniából érkeztek a versenyre. A fő titok a kocsajának tiszta kell, hogy legyen átlátszós, szóval míg főzik, mindig le kell szedni a tetejéről a zsírt, hogy minél tisztább legyen átlátszós, és hogy jó íze legyen. A fesztiválon zenés, táncos műsorszámokkal több fellépő is szerepelt. A résztvevőket és versenyzőket a Pirosi Vadászház látta vendégül.